Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és néhány illusztrációt szeretném bemutatni arról a témáról, arról a kutatási területről, amivel foglalkozom. Kezdjük is tulajdonképpen. Ugye a dolognak az a lényege, az adja az apropóját, hogy mi úgy gondoljuk, hogy egy hosszú evolúciós múlton mentünk keresztül, ez legalább 2 millió éves, és közben az ember olyan képességekre, olyan hajlamokra tetszett, amelyek máig hatnak, akár jó ez nekünk, akár nem. Akár örülünk neki, akár nem. Akár tudjuk ezt, akár nem tudjuk. Ezek bizony bennünk vannak, hatnak bennünk, és a múlt üzenete az irányítja az életünket. És tényleg csak néhány szemelvényt gondolnék itt bemutatni. Például itt vannak a rokoni kapcsolatok. Ma már azt gondoljuk, hogy a rokoni kapcsolatok lényegesen meglazultak ahhoz képest, ami egyébként a természeti népeknél és persze az állatvilágban jelen vannak. Itt a felső ábra egyébként egy kis rágcsálót mutat, aki éppen fütyjelet ad le, méghozzá azért, hogy a társait riassza. Ez azért érdekes, mert közben kiteszi magát a ragadozók figyelmének, de közben a körülötte lévő rokonait megmenti. Mert hogy köztudomású, hogy a rokonok hordozzák egymás génjeit. Ugye? Tehát a testvéreimmel 50%-ban mutatok genetikai átfedést, unokaöcsémmel 25%-ban és így tovább. Tehát amikor megmentem a rokonaimat, akkor tulajdonképpen a bennük utazó genetikai kópiáimat is átmentem a következő generációba. Ez hívják egyébként rokon szelekciónak. A törzsi társadalmakban a rokoni kapcsolatok eleven erő, és gyakran arra gondolunk, tehát mindent áthat. A rokonok nélküli ember a szociális árva, nem csak biológiailag szokták mondani antropológusok, de a mai társadalmakban is nagyon fontos. Egy vizsgálatot szeretnék mutatni, amit itt Pécset végeztünk, és ennek a lényege az, hogy egyetemi hallgatókat kérdeztünk meg arról, hogy kikkel állnak a legközelebbi kapcsolatban. Ezt a szimpátia csoportnak neveztük el. Azt találtuk, hogy mindenki olyan nagyjából 10 és 15 közötti személyt sorol föl, akivel a legszorosabb kapcsolatban áll. És azt láthatjuk ezen az ábrán, hogy ezekre a kérdésekre adott válaszok alapján, ugye itt elsőfokú rokonok tartoznak ide, ezek a szülők és a testvérek alapvetően. Ide tartoznak a másodfokú rokonok, nagyszülő, nagybácsi. És persze ide tartozik a partner, tehát az ellenkező nemű társ, és persze a barát. És azt látjuk egyébként, hogy, ami nem meglepő, hogy ebben a korosztályban, tehát tínédzser vagy a 20 éves kor elejé járó korosztálynál a barátok nagyon fontosak ebben a referencia csoportban, ebben a szimpátia csoportban. De nagyon érdekes, hogyha olyan kérdéseket tettünk föl, és ez a jobb oldali ábra mutatja, ahol azt kérdeztük meg, tehát fontos ilyen egzisztenciális, húsba vágó kérdéseket tettünk föl, hogy kihez fordulnál akkor, hogyha tartósan beteg vagy. Kihez fordulnál akkor, hogyha komoly anyagi gondjaid vannak. Akkor az egyetemisták a távol élő rokonaikat nevezték meg, nem azokat a barátaikat, akikkel együtt élnek. Mindez azt mutatja, ez a kiragadott példa, hogy a rokonság ma is eleven erő. És amikor egyébként, ugye régen képeslapokat küldözgettünk a rokonoknak karácsonykor, most meg SMS üzeneteket és mindenféle más üzeneteket, erre sokan azt mondták, hogy kérem szépen, ez egy kiüresedett dolog. Hát ez egy néhány kattintás, néhány tolvonás, ez sem, de nem, ez nem így van. Ez egy nagyon fontos rituálé. Tulajdonképpen amikor ezeket a karácsonyi üdvözlőlapokat küldjük, vagy névnapra, születésnapra, esküvőre, akkor azt mondjuk a többieknek, hogy itt vagyok. Itt vagyok, én a te rokonod vagyok, számíthatsz rám, én is szeretnék rád számítani. Tehát tulajdonképpen egy üzenetadás, hogy egymás számára el vagyunk köteleződve. És hát persze a rokonság az olyan értelemben is tovább él bennünk, hogy
Régi szociálpszichológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a hasonlókat részesítjük előnyben, a hasonló embereket. Ezt az ábrát azért raktam be, ez egy híres szociálpszichológiai kísérlet. Bizonyára hallottak arról, hogy főleg a 70-es, 80-as években, ma már ez megismételhetetlen, ilyen kísérleteket már nem lehet elvégezni, etikai tilalmak vannak erre, akkor még lehetett. Tehát nem valódi áramütés, fiktív áramütés, az illető jajgat, és például megkérdezik egy kísérlet típusban a kísérlet személyt, hogy átvennie ennek az áldozatnak a szerepét, magyarul odaülne el, és elszenvednie azt az elektromos sokkot, mert szegény ma annyira szenved. Ez tulajdonképpen az önzetlenség, a nagylelkűség mértékeként fogható föl. Azt találták, ami nem meglepő, hogy minél nagyobb valakiben az empátia, az empatikus törődés a másik iránt, annál nagyobb valószínűséggel fogja átvenni az áramütéseknek a fájdalmát. Az már kevésbé ismeretes, de kiderült ezekből a kísérletekből, hogy az empátiát úgy lehetett növelni, az empátia szintjét, hogyha elhitették a kísérleti személlyel, hogy a másik ember, aki éppen elviseli a sokkot, az elektrosokkot, az hasonlít rá. Külsőleg is, belsőleg is, személyiségében, mondjuk ugyanúgy introvertált vagy extrovertált, hobbiában, különböző érdeklődési körében, és így tovább. Hogyha hasonlóságot elhitették vele, sokkal nagyobb volt a segítségnyújtás valószínűsége. Úgy gondoljuk, hogy ez egy evolúciós eredet. A rokoni kapcsolatokat, a rokoni jelzéseket, a hasonlóságot egyfajta kulcsként, egyfajta ingerként fogjuk föl, amikor megítélünk embertársakat. Egyik kutatásunkban például azt csináltuk, hogy átlagarcokat készítettünk. Ez nagyjából úgy történik egyébként, hogy egyedi arcokat lefotózunk standard körülmények között, és az arcon kijelölünk pontokat, nagyjából ilyen 300 körüli pontot, és aztán az egyes arcokat egy számítógép program segítségével morfoljuk, átlagoljuk. Tehát 8 egyéni arcból például egy ilyen átlagarcot tudunk létrehozni. És akkor azt csináljuk, hogy van egy egyéni arc, ugye, ott fönt, és vannak átlagarcok, amik más egyéni arcokból, tehát 8-8 egyéni arcokból jöttek létre, férfiak és nők is. Hozzáteszem, hogy ő, az egyéni arc gazdája engedélyt adott arra, hogy bemutassam természetesen ezt az ábrát. Menjünk tovább, és itt pedig azt látjuk, hogy vannak tehát átlagarcok ott fönt. Még egyszer mondom, ezek 8 egyéni arcból lettek átlagolva. Az átlagolt arcok egyébként mindig vonzóbbak, mindig szebbek, mint az egyéni arcok. Ezt már Galton tudta 100 évvel ezelőtt, de ez valóban így kijön. És ezekbe az átlag arcokba belevisszük 50%-ban, mi úgy mondjuk, hogy belemorfoljuk ezt az egyéni arcot. És akkor ez jön ki. Tehát még egyszer, ez az arc, ennek az átlagarcnak és ennek az egyéni arcnak 50-50%-os keveréke morfa. És akkor megkérdezzük ezt az egyéni illetőt, hogy ha ezt az arcot vetítjük ki képernyőn, egy másik arccal, másik arc mellett, ahol egyébként egy idegen férfi arcát morfoltuk, akkor az a kérdés a kisebb személy iránt, hogy melyiket tartja szimpatikusnak, melyikkel barátkozna. És tudják, az az érdekes, hogy mindenki a saját arc, mindenki azt az átlagarcot választotta, jelesül ezt, ahol a saját egyéni arca is jelen volt. Tehát egy ilyen ábra, ez a kék vonal a férfi résztvevőknél azt ábrázolja, hogyha mondjuk hármas fokozaton, egy hármas Likert skálán kellett megítélni a szociális vonzerőt, tehát mennyire szimpatikus, mennyire választaná barátnak, akkor ez a kék vonal lényegében azt ábrázolja, hogy a saját arcot tartalmazó morfot mennyivel tartja szimpatikusabbnak az idegen arcot tartalmazó morfnál. És amikor a kísérlet végén megkérdeztük, hogy felismerte valakit ebben az arcban, most visszamegyek ebben az arcban, akkor azt mondta, hogy nem. Esetleg felismerte valamelyik arcban saját magát, azt mondta, hogy nem.
Ez egy döbbenetes dolog, senki nem ismerte föl magát ebben a 50%-os morfban, mégis ezt választották. Hogyha Freud számára létezett volna ez a technika, akkor nagyon boldog lett volna, hogy a tudatalattit ilyen módon lehet exakt módon bizonyítani. Ez egy tudatalatti folyamat, egy nem tudatos folyamat, senki sem ismeri föl magát, mégis saját magát választja. Valószínűleg a hasonlóság alapján. Tehát ez egy hasonlóság detektálás. Van bennünk egy olyan mechanizmus, ami egy ilyen illesztést tesz lehetővé, ezt mi fenotípusos illesztésnek hívjuk. Tehát van egy, a saját fenotípusunkról van egy képünk, egy belső képünk, és azt vetítjük egy másik emberre, és a hasonlóság alapján döntünk a szimpátia mértékéről. De egyébként ez a párválasztásban is működik. Ugye biztosan tudják, hogy van két ilyen hát városi szlogen, hogy a hasonlók vonzzák egymást, meg azt is mondják, hogy az ellentétek vonzzák egymást. A mi kutatásainkban az derült ki, hogy azért a hasonlóság az nyer. Az nagyon is lehetséges, és elő szokott fordulni, hogy az ellentétek jól kiegészítik egymást, egy fiúnál és egy lánynál, de a tartós kapcsolatokban nagyon jó, hogyha néhány dologban hasonlítanak egymásra. A nagyon gyakran hasonlóság alapján történő párválasztásnak vagyunk tanúi, és például ebben a vizsgálatban azt látjuk, hogy egy férfi bal oldalon, és négy potenciális feleség, vagy hosszú távú partner, tehát akivel már évek óta együtt él, és a kísérleti személynek ki kellett választani, hogy ki tartozik kihez, és nagyon jól, nagy valószínűséggel ki tudták választani a férj és a feleséget, pusztán a hasonlóság alapján. Itt például ez a jól ismert morf, itt ő a kísérleti személy, őt belemorfoltuk egy átlag férfi arcba, ez egy idegen nő, akit belemorfoltunk szintén ugyanabba az átlag férfi arcba, és most ezt a hölgyet megkérdeztük, hogy kivel járna szívesen. És hát saját magát a férfi, saját magának a férfi arcba morfolt változatát választotta, hogy ő kell nekem. Szóval igen, a hasonlóság az úgy tűnik, hogy nagy erő, és ha már párválasztásnál járunk, akkor maradjunk is a párválasztásnál. Én szerintem a maguk korosztályát ez viszonylag jól érdekli, és arra gondoltam, hogy akkor beszéljük egy picit az udvarlásról. Noha nem tudom, sejtéseim vannak, mert kamaszkorú gyerekeim vannak, hogy ez az udvarlás fogalom egy kicsit, mintha már elavult lett volna. De hogyha az udvarlásról beszélünk, akkor mindenki tudja azért, hogy miről beszélünk. Tehát valami olyan folyamatról, ami valahol elkezdődik és valahová tart. És persze az udvarlás az állatvilágban is jelen van, nagyon komoly formában. Itt felsorolok néhány, hát funkciót, hogy mi az udvarlásnak a lényege, ezt most nem akarom elmondani. Itt ez a szövőpintnél azt látjuk, hogy persze itt is a hím készíti a fészket, a madaraknál az apai befektetés az nagyon komoly, ellentétben mondjuk az emlősökkel. Ugye ő készíti a fészket, a nőstény berepül ebbe a fészekbe, elkezd izegni, mozogni, próbálja szétfeszíteni darabokra. Ha a fészek elég jó, tartós ellenáll, akkor abba beletolja a tojásait, mert úgy gondolja, hogy az a hím, amelyik ennyi időt áldoz arra, hogy fűszálakból összefonja ezt a fészket, napokig tart, az biztosan jó apa is lesz, és a fiókákról gondoskodni fog, ez így is van egyébként általában. Ami az embert illeti, az udvarlás funkciói persze részben hasonlóak, meg persze mások is, nyilvánvalóan. És hát azt lehet mondani, egyik bécsi kollégám, Karl Kramer vizsgálta ezt leginkább, hogy az udvarlás egy olyan folyamat, ami különböző stádiumokból áll, egymásra következő stádiumokból áll, és ezek mindegyike valamilyen speciális célt vagy funkciót hordoz, és azt vetette föl, hogy azért
ezekben a funkciókban az egyes neme, tehát a férfiak és a nők eltérhetnek, az érdekeik eltérhetnek, és időnként konfliktusban kerülhetnek egymással, és ez valószínű, tényleg így is van. Szóval, hogy kezdődik általában egy udvarlási folyamat? Hát általában egy önreklámozással, tehát azt jelenti, hogy valahogyan a másik figyelmét fel kell kelteni, mondjuk egy buli helyen, egy szórakozó helyen, és így tovább. Erre különböző nemverbális eszközök állnak rendelkezésre, a mosoly, a különböző testtartás, ezt az alsó képet egy ilyen nyitott testtartásnak, vagy nyílt testtartásnak szoktuk mondani, ami szinte azt jelzi, hogy befogadom az ingereket, befogadlak, mondjad, szívesen hallgatlak, és így tovább. Nyilván ezek a jelzések arra szolgálnak, ahogy itt olvashatják is, hogy valahogyan fölmérjük a másiknak az érdeklődését. Általában azt lehet mondani, hogy a férfiak a kezdeményezőbbek ebben, még ma is egyébként. Ma már azt látjuk azért, hogy azok a hagyományos különbségek férfiak és nők között megszűnnek, vagy megszűnőben vannak, vagy csökkennek, inkább azt mondanám, de még a mai napig igaz az, hogy ezekben a folyamatokban a férfiak azért kezdeményezőbbek. Amikor már a közvetlen kapcsolatra kerül a sor, beszélgetnek egymással, akkor az udvarlás folyamán nagyon gyakran azt csináljuk, hogy megpróbáljuk felmérni a másiknak a személyiségét, az intelligenciáját, az elköteleződését egy esetlegesen hosszú távú kapcsolat iránt, és így tovább. És persze ennek legfontosabb eszköze persze a beszéd. A megismerkedés kezdetén az emberek lényegesen többet beszélnek, mint bármikor életükben. És egyébként a férfiak sokkal többet beszélnek, mint bármikor életükben, amikor udvarolnak. És a nők meg a legkevesebbet beszélnek, mint bármikor életükben. Ezt egyébként Cyrano effektusnak is szoktuk hívni a férfiaknál. Biztosan a Rostandnak a drámáját ismerik, vagy a történetet, hogy van egy kifejezetten nem vonzó férfi, nagy orral és nem tudom micsoda, de hihetetlen stílusa van, tehát megnyerő a beszédmodora, olyan választékosan beszél, és ezzel hódít. Egy amerikai pszichológus, a Geoffrey Miller azt mondja, hogy tulajdonképpen itt egy verbális udvarlás történik, rendkívül szofisztikált elemekkel, tehát rendkívül választékos stílusban, ami tulajdonképpen arra szolgál, hogy a férfi, mert itt elsősorban a férfi önreklámozásáról szól, az udvarlásnak ez a szakasza, elmondhassa, hogy mennyire intelligens, mennyire okos, milyen fontos barátai vannak, és mindent a világon. Ez az ábra azt mutatja, hogy ha egy társaságban beszélgetnek, akkor mennyi időt töltenek olyan témákkal, amelyek, hogy mondjam, nem személyekről szólnak, hanem ilyen, hogy mondjam, olyan társalgási témák, úgynevezett komoly témák, tehát irodalom, sport, művészet, színház, stb. És azt látjuk, hogy a nők esetében teljesen mindegy, hogy a hallgatóság férfi vagy nő, nagyjából azonos százalékban beszélnek ilyen témákról. Ugyanis zárójelben megjegyzem, hogy az emberek nyilván tapasztalták ezt, amikor egymással beszélgetnek, akkor 80%-ban abszolút személyes dolgokról beszélnek. Az, hogy ők maguk mit csináltak tegnap, hogy XY mit csinált tegnap Z-vel, hogy tavaly nyáron hallottam, hogy Z. Tehát a 80%-ban erről megy a dolog, és nagyon pici a beszélgetésünknek az a tartománya, amit ilyen úgynevezett komoly, vagy akadémikus, vagy nem tudom milyen témáknak szentelünk. Tehát ez csak ilyen 5-10%, és azt látjuk, hogy a férfiaknál, amikor férfiakhoz beszélnek, akkor ez nem változik, de amikor nőkhöz, akkor a háromszorosa. Hogy ezt olvastam, ezt tudom, ezt láttam, ez moziba, és milyen jó, és milyen fontos emberekkel ismerkedtem meg, ilyesmi. Na most, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogyan reagálnak a nők
a mai tudásunk szerint itt arról van szó, és a vizsgálatok azt mutatják, hogy a nők ebben a szakaszban nem verbálisan irányítják a férfiakat, tehát hogy a férfiak verbálisan próbálják a társalgásnak, a társalgást tematizálni, elsőbben saját magukról beszélnek, próbálják eladni magukat, a nők pedig nem verbálisan kontrollálják ezt a folyamatot, például a testbeszéddel. A testbeszéd, ami egy nagyon jó visszajelzés. Most már rövidre fogom, mert kevés az időm, szóval nagyon érdekes dolog az, hogy azt látják különböző nemzetközi laboratóriumokban is, különböző videófelvételek kiértékelése során, hogy a nők arcán vagy testén megjelenő finom mozdulatok is rendkívül erős befolyást gyakorolnak arra vonatkozóan, hogy a férfi bátorítást érezzen, vagy éppen visszakoznia kelljen. Tehát van alul például ez a híre, talán hallottak róla a dusem mosoly, ami azt jelenti, hogy az egész arcunk mosolyog. Itt tulajdonképpen nem a száj mosolyog, hanem a szem, az orbicularis oculi, ezt nem lehet akaratlagosan befolyásolni. Ugyan az igazán élethű mosolyt nagyon nehéz utánozni. Tehát ez vagy spontán jön, vagy nem jön. Azt akarom mondani, és az a következő ábrán derül ki jól. Ez egy mátrix, ahol azt mutatom be, hogy egy nő nevet, méghozzá látjuk a nyilat, erre vonatkozóan egyre barátságosabb a nevetése, a lentről fölfelé pedig egyre inkább fenyegető. És van egy olyan arc, amelyik egyszerre, tudom én ezt megköttetni? Igen, itt fent, amelyik egyszerre eléggé fenyegető és barátságos. Van egy ilyen arc. Ez rendkívüli módon eltántorítja a férfiakat a további közeledéstől. Amikor a nő ugyanis a sületlen viccein nevet, de az arcán lehet látni, mert a risorius meg a zigomatikus ezt mutatja, hogy igazából a pokolba kívánja a férfit. Tehát megjelenik az agresszivitás tulajdonképpen az arcán, miközben egyébként azt mutatja, hogy jól nevelt és azért nevetgél a dolgokon. Jó, és akkor be is fejezem tulajdonképpen. Egy dolgot azért szeretnék mégis hozzátenni, hogy talán meglepő, hogy a nők ebben az első fázisban ennyire nem kezdeményezők, de nem verbálisan irányítanak. És ebből nagyon sok félreértés fakad. Tehát a férfi beszél, a nő nevet, és a férfi azt mondja, hogy hát állat érdekes dolgokat mondok, megvan a nő. A nő pedig azt mondja, hogy beszélj, többet akarok róla tudni. Tulajdonképpen ebben az ambivalenciában az van, hogy a nő igyekszik minél többet kiszedni a férfiből, minél többet megtudni róla, hogy milyen típusba sorolható az intelligenciája, a személyisége, mennyire van elköteleződve egy lehetséges hosszú távú kapcsolatban. Ez egy olyan női stratégia, amely egy nagyon ősi stratégia, és a férfiak ennek általában be is dőlnek. Egyébként pedig még azt hozzáteszem, hogy amikor megkérdezzük a nőket egy ilyen félórás ismerkedés után, hogy meséljék el, hogy mi történt az elmúlt fél órában, amikor egy ismeretlen férfival beszélgetett, akkor a nők precízen elmondják, hogy mi volt az elején, ő akkor erre ezt mondta, én meg így csináltam, a férfiak mondanak két mondatot, és a harmadikat már úgy kell kérdezni, hogy de mégis mi volt. Mert hogy nem tudják. Tehát nem tudják úgy rekonstruálni, és az abból fakad, hogy a nő számára, és ez ma is így van, a szexualitás, a párválasztás, a szaporodás a nők számára nagyobb költséggel jár, mint a férfiak számára. Ezt mi így szoktuk mondani evolúciós pszichológusok. Ugye a társadalmi megítélés, a nem kívánt terhesség és számos egyéb dolog miatt a nők számára költségesebb, nem anyagi értelemben ez az egész dolog, ezért nagyobb finom hangolásra vannak beállítva, mint a férfiak. Sokkal komplexebb módon értik meg ezt az egész folyamatot, mint a férfiak. Ez egy evolúciós örökség, és akkor már csak az összegzés maradt, ami talán nem véletlen, tulajdonképpen erről beszéltem, hogy valóban olyan képességekkel rendelkezünk, amelyek egy nagyon ősi folyamatban jöttek létre, és ezeket cipeljük magunkkal, akár jó ez nekünk, akár nem.
És az az igazság, hogy meg kell tanulnunk bánni ezzel az örökséggel, ki kell használni ennek az előnyeit természetesen, tehát hogy ebben a hasznunkra fordítani ezeket a tartalmakat, amik ebben az örökségben vannak. Köszönöm a figyelmet!